Nekem mindig akkorát dob, hogyha ilyen szép színészek játszanak egy filmben. Nyilván a Suicide Squad is Margot Robbie-val egy óriási nagy film lett, és szerintem azért az ő meg a Joker szerepe dobott a legnagyobbat azon a filmen is, szóval tényleg rengeteget számít, hogy ki játszik a filmekben. Szerintem. De lehet, hogy mások szerint nem. És mások inkább a művészetet nézik a filmekben, mint sem, hogy a színészeket. Ki látta a Szeretlek utálnit? Mert én megnéztem múltkor egy barátnőmmel a moziban, és habár egyszer nézős volt, de azóta is ordítva éneklem azt a főcímdalt, ami van benne. Ma reggel is a kocsimban. Iszogatom ezt a kis Jim Beam-es edzés előtti italt. Már voltam ma reggel konditeremben, és így a felét ittam meg, mert úgy voltam vele, hogy van benne egy kis koffein, és én nagyon érzékeny vagyok a koffeinre. Van benne 2500 mg BCAA, 400 mg L-karnitin, ami ugye zsírégetéshez jó, 180 mg koffein, 0 cukor, és ennyi. Úgyhogy ennek most iszogatom a második felét, és szerintem ez is dobott az energiaszintemen, mert mondom, kondiba odafele menet, ordítottam azt a számot, ami a Szeretlek utániban van. Melyik modellcégnél kezdted a pályád? Én a Unique Model Managementhez jártam, ami alapvetően egy milánói ügynökség, de van itthon egy ügynökségük is. Kriptocéghez is Fiverr-en jutottál be? Nem. Semmi köze nincs a Fiverr-hez annak a kriptocégnek. Sokat kondizol? Kardiózol? Vagy súlyozós edzés inkább? Neked zsírégetés? Tegnap voltam egy Jim Beam-es eseményen, és ajándékba kaptam ezeket a termékeket. Nyilván mindig jól jön egy kis zsírégetés, mert valamennyi kis zsír mindenkin van. Főleg nőkként kell is, hogy legyen rajtunk. Szóval mindig lehet miből égetni, viszont általában nem nagyon szoktam így elkárnitines dolgokat fogyasztani. De a kérdésedre a válaszom az, hogy mostanság inkább a súlyokra koncentrálok, mert izomzatot szeretnék jobban építeni, hát, tartás, has, vállakat szeretnék építeni, és nyilván fenék, lábizmok. Úgyhogy most kb. Felsoroltam az összes, de nem, amúgy tényleg a legfontosabbak nekem az a váll, has, fenék. Így. Ez a három fő fókusz van most, úgyhogy nagyon sok olyan súlyos edzést csinálok, és próbálgatom emelgetni a súlyt, amit szedek így edzés mellé, az kreatin és proteinport szoktam még inni, abból növényit, úgyhogy tegnap meg ugye a Jim Beam-es eseményen kaptunk pár ilyen kis ait, úgyhogy tökre örülök neki. Nagyon-nagyon finom egyébként. De úgy megmutatom, hogy mit kaptunk még. Jaj, kiraktam Insta Story-ba egyébként egy képet. A többi dolog most kint van a nappaliban. De van egy ilyen kis protein chips. Ez ma velem jön az egyetemre. Bár mondjuk, hogyha egyetemen eszem és nasizok, akkor mindig próbálok olyat enni, ami nem ropog. Mert tudjátok így óra közben, azt nem annyira szeretem. Na és ebből ittam még tegnap egyet az eseményen, mert ebben nincsen koffein. Ebben 4000 mg BCAA van. Valaki el tudja nekem mondani, hogy mi az a BCAA? Magyarázzátok meg, léci. BCAA. Kondi fejek. Segítsetek. 8 különböző vitamin és cink van benne. Cinket amúgy is szedek egyébként. Pattanások ellen. Lányok, nem kell elkezdeni vényes gyógyszert szedni, a cink rengeteget segít, ebben zéro koffein van és zéro cukor, úgyhogy lehet, hogy ma ezt is megiszogatom. Aztán jött el velem még ez a kis protein kuki, ez a kis szelet. Ja igen, ez meg már máshonnan, mert tegnap meghívást kaptam még a Beauty Bubble Tea helyre. Ezt is láthatjátok az Insta Story-mban, és majd egy kis videót is össze fogok szerkeszteni, ha az időm engedi végre, de nem panaszkodok. Csak kicsikét zsúfoltak mostanság a napjaim. Na, csináljuk meg a számat is. Aztán ezután, a live után majd reggelizek egy nagyot, mert még nem nagyon ettem proteinséket, kis kreatinas proteinsékemet már edzés előtt megittam. Mert amúgy nem nagyon szoktam semmit, így általában vizet iszom, hogyha konditerembe megyek előtte, nagy ritkán van, hogy egy banánt, vagy mit tudom én, valami kis rizspufit megeszem, de most úgy voltam belőle, hogy ki akartam próbálni ezt az italt, csak a felét, és koffeint éggyomorra soha nem iszom, és senkinek nem kéne, mert főleg nőknél a kortizol szintet felemeli a magasba, hogyha éggyomorra iszol egy kávét, vagy bármit.
És azt lehet, hogy te még az elején nem veszed észre, és úgy vagy vele, hogy ah, de nem tudok felébredni, izé, koffein nélkül. Hitel. Könyörgöm. Legalább egy banánt. De legjobb az, hogyha valami kis szénhidrátot. Nézd rá úgy, mint hogyha alkoholt innál. Egyébként ez a legnagyobb segítség, hogy valami olyat egyél, ami kicsikét magába szívja a koffeint, mondjuk valami kis szendvicset, vagy kenyérdarabot, akármit, mert jelenleg óriási nagy változás, meg hogyha még egy tanácsot így elfogadtak tőlem, akkor az az, hogy ébredés után fél órával, leginkább egy órával ne igyatok semmilyen koffeint, mert mondom, lehet, hogy ez a fiúknál valamennyire más, de nőknél tényleg a stressz szintet nagyon-nagyon felemeli az éggyomorra koffein, szóval csak egy ilyen kis szerény vélemény. Na de az egyik szín, amit kaptam, az ez. Úgyhogy ebből most került fel egy picike a számra. Ennek a tetejére pedig jön az Essences Chilis szájfény, ami tök jól bizsergeti a számat, és ad neki egy ilyen kis rózsaszínes árnyalatot is. Meg nyilván egy kis fényt, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Na jó, csupa szem vagyok, válaszolgatok picikét a kérdésekre. Így sikerült egyébként a sminkem. Ha szeretnétek, csinálok egyébként több ilyen smink tutorial videót, nem tudom, hogy mennyire érdekel titeket, de általában ez szokott lenni a sminkem mostanság reggelente. Kis cuki gyűrű is jön velem. A páromon keresztül kerültem be abba a cégbe marketingesként, ő dolgozott ott, és kellett valaki, aki segít a social médiában. És a Unique Model Managementhez szerettél járni? Nem szeretnék itt negatív véleményeket kifejteni annyira, így live-on keresztül, de nekem nem volt pozitív velük a véleményem. Én most almásfahéjas fánkot készítettem reggelire, jó habos kávéval, ma nőnap lehet. El is felejtettem, hogy ma van nőnap, pedig már kívántak nekem. De most, hogy mondod, szerintem ma akkor én is megajándékozom magam. Mondjuk a tegnapom az kicsit kaotikus volt így kajálás szempontjából, de mindegy, a nőnap az nőnap. Mit csinálsz ma? Egyetemre megyek, utána átmegyek a barátomhoz, és azon gondolkozom, hogy már lehet, hogy mielőtt egyetemre megyek, összepakolom a cuccomat, és már ma is ott alszom nála. A hétvégét mindig nála szoktam tölteni. De múlt héten csak szombaton délelőtt mentem át, de ma már lehet, hogy ma ott alszom, úgyhogy kocsimba be kell raknom hétvégére a cuccaimat, ezért mindjárt el is köszönök, mert... Ja. Hány zacskó health itt? Ez nem hell! Ez egy ilyen Jim Beam-es edzés előtti ital, amit tegnap kaptam az eseményen tőlük ajándékba. Lehet, hogy nem kéne ilyeneket live-ban iszogatnom, mert így félreértitek a dolgokat, de rossz az, aki rosszra gondol, nem szoktam. BCAA segít proteint építeni az izmokban. Köszönöm szépen, Vivian, nagyon kedves tőled, hogy leírtad. Nekem is azt kellene izmot építeni, 173 centi vagyok, 54 kg, egy év alatt sikerült 4 kilót híznom. Nem könnyű. Egyébként valakinek a hízás az, ami nem könnyű, valakinek a fogyás az, ami nem könnyű, szóval az élet nem könnyű. Szia, túlcsorduló, szeretettel teli napsütéses, csuda szép napot kívánok neked az egész család.